Vizsgálatunkban a zsírok és olajok közti egyik alapvető különbséget szeretném bemutatni, amelyhez étolajat és sertés zsírt használunk fel. A különbség a halmazállapotban, szobahőmérsékleten megtapasztalható halmazállapotban is látszik, hiszen az olajok folyadékok, a zsírok pedig szilárd halmazállapotúak. Ennek a magyarázatához hozzátartozik az is, hogy kémiailag az olajok telítetlen zsírsavakat tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy kettős kötés van a hosszú zsírsavláncok molekuláiban, a zsírokban pedig a zsírsavak telítettek, egyszeres kovalens kötéseket találunk csak a zsírsavláncban. Ezzel magyarázható az a jelenség is, hogy a brómos vízzel szemben eltérően viselkednek. A bróm ebből a szempontból egy nagyon jó reagens, jellegzetes sárgás színével jelzi a bróm jelenlétét a vizes oldatban, ami ha megkötődik a vizes oldatból, akkor ez a szín is eltűnik. Ezt a brómos vizet fogom hozzáönteni az étolajhoz és a zsírhoz is, és megnézzük a színváltozást a vízben, a brómos vízben. Ez a zsír, ez pedig az étolajhoz öntött brómos víz. Nagyon szépen látszik, hogy a vizes és az olajos fázis egymástól elválik. A brómos fázis, a vizes fázis alul, fölötte pedig az étolajos fázis található, hiszen az oldhatósági tulajdonsága a víznek és a zsíroknak, olajoknak erősen különbözik. Az olajok apolárosak a zsírokkal együtt, a víz pedig kimondottan poláros vegyület. Összerázva az olajat a vízzel, kicsit gyorsítottunk rajta, nagyon szépen látszik, hogy az a jellegzetes sárgás szín, ami a brómos vízben megvolt, az egyszerűen eltűnt az összerázás után. Ugyanezt megtesszük a zsírokkal is. Hát zsírok esetében ez a sárga szín nem tűnik el. Ennek a magyarázata az, hogy a brómos vízben lévő brómot addicionálta a telítetlen karbonsav, zsírsav, és ezért a színe eltűnt az oldatból.